A magyarországi rendszerváltás utáni felfokozott közhangulatban több mint 100 testvérvárosi, testvérmegyei szerződés köttetett, de régiós együttműködésekre is sor került. Szinte mindegyiknek az alapját a kulturális és a sport kapcsolatok jelentették, de akadt példa komoly gazdasági együttműködésre is. Mára ennek talán negyede, harmada az, ami továbbra is működik, jól működik. Tagadhatatlan, hogy az idők változtak. Az a generáció, aki a rendszerváltás idején fiatal felnőttként, vagy még nem túl idős nyugdíjasként ezeknek a kapcsolatoknak az élére állt, mára már kevésbé aktív ezen a területen, ami teljesen érthető. És sajnos nagyon sok helyen nincsenek olyan fiatalok, akik ezt tovább viszik. Longu polgármesteri hivatalában időszaki kiállítás nyílt, amely bemutatja a két település közti kapcsolat elmúlt két évtizedét. A helyi önkormányzatnál külön bizottság foglalkozik a testvérvárosi együttműködésekkel. A testület elnöke azt mondja, hogy számára Longu mind a három testvértelepülése egyformán kedves, de a karcagiakkal fennálló 20 éves kapcsolat igazán különleges. Mind a kettőnk városának megvannak azok a csodás dolgai, amit megismertethetünk a másikkal. Karcagon ilyen a termálvíz, Longóban pedig nagyon nagy hagyományai vannak a vasútnak, és úgy gondolom, hogy ezt érdemes megismernie a karcagi lakosságnak is. A testvérvárosi kapcsolat alakulásával, működésével mindkét település elégedett. Ennek bizonyítéka a 20 éve kötött együttműködés megerősítése. Úgy gondolom, hogy nagyon kellemes baráti kapcsolataink vannak. Én, amikor Karcagra látogatok, mindig nagyon, nagyon jól érzem magam, nagyon kellemes időt töltök ott, és bízom abban, hogy minél szélesebb körben be tudjuk vonni Longó és Karcag lakosságát is ezekbe a kapcsolatokba és látogatásokba. A karcagi delegáció nem csak önkormányzati képviselőkből állt. 8 karcagi középiskolás fiatal is tagja volt a Longuba hivatalos karcagi delegációnak, akik kapcsolódva a párizsi nyári olimpiai játékokhoz nemzetközi programon vehettek részt. De túl azon, hogy létrejönnek ezek a találkozók, olyan kulturális kapcsolatok alakultak ki és zajlanak jelenleg is, amelyek meghatározhatják azt, hogy a két ország egy kicsit közeledjen egymáshoz. Az a két kultúra, amelyet a francia, illetve a magyar kulturális egyesületek, civil szervezetek képviselnek, azok egymással kapcsolatba kerüljenek, és ezáltal egy kicsit közeledjen az a távolság, amely valójában nagy, ugyanakkor mind a két település, mind a két ország az Európai Unió része, és ezeket a kultúrákat meg kell, hogy ismertessük egymással, de főleg a fiatalokon keresztül kell, hogy ez a kapcsolat erősödjön és megmaradjon hosszú távra. Ennek a szándéknak a megújított testvérvárosi szerződés lehet a garanciája, amelynek révén a jövőben még erősebb lesz a Karcag és Longu közti kulturális, oktatási és idegenforgalmi kapcsolat.